tovább gyűlnek a viharfelhők a szombathelyi haladás felett, és mindenki most akar jó emberkedni, amikor pont a Gázpromról van szó. Továbbra sem tudok a konkrétumokat, a klub nem válaszol, nem ad ki semmilyen olyan közleményt, ami, amiből bármilyen következtetést le lehetne vonni. Most a szombathelyi haladásról beszélek. Nem tudni, hogy mi lesz a folytatás elméletileg. Tulajdonképpen nyolc napjuk van arra, hogy fellebbezést adjanak be. Hát ennek a legvége az lehet, hogyha a lehető legrosszabb forgatókönyv valósulna meg, hogy hát akár még a legutolsó osztályba sorolhatják vissza a haladást. Tehát nagyon remélem, hogy hát már oda csak nem jutnak el. Ugye egy tőke inekció sem menthetné meg a klubot itt teljesen teljesen újra kell építeni az egészet. Az alapítás, az alap, mint hogyha újra kéne alapítani teljesen a klubot, egy új vezetőséggel, új elgondolásokkal, én nem is tudom, egyáltalán lehet-e jogutódja majd valaki ennek, a, ennek az egyesületnek, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy nyugati végen ez, ez megtörténhetett ilyen formában. Nem egy olyan klubról beszélünk, ami tegnap alakult, és most elfogyott a pénzügyi háttere, hanem egy olyan klubra, ami már már, ami már nagyon régóta létezik. Vannak hagyományai, több mint száz éves múltra nyúlik vissza a városban a labdarúgás. Egyszerűen nem, nem tudom. De többen mondták, hogy kérdezzek meg más podcastek hát Hiteles emberekkel szeretnék beszélni, akik tulajdonképpen ott vannak a, a tűz közelében, most a hitelességet úgy értem, hogy érdemi információval tud szolgálni ezzel kapcsolatban. Ugye a szurkolóik, a szombathelyi szurkolói reagáltak, felszólították a vezetőséget, hogy tegyenek valamit, fellebbezést vagy bármit nyújtsanak be, erre az ügyvezető lemondott. Nem tudom, egyszerűen az a baj, hogy most már én a lehető legpozitíva próbálok lenni, és nagyon-nagyon rossz, hogy egy, ráadásul ilyen körülmények között megy tönkre egy egyesület egy ilyen támogatási rendszerben el tud tűnni esetleg a sűjesztőben egy olyan egyesület, ami tehát egy óriási tradíciókkal, hagyományokkal bír. Egyszerűen nem találok a szavakat erre. Aztán tovább gyűrűzik ez az úgynevezett Gazprom botrány, aminek a, 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 vonatára én is felülök. Múltkor csináltam egy videót, hogy, hogy a minden szaristák már itt vannak, de a Gazprom még sehol. Meg is jelentek különböző kommentek az oldalon. Egyesekkel nem tudok vitatkozni, mert, mert politikusokkal nem tudok vitatkozni. Tehát ha elfogultságról beszélünk, akkor, akkor egy politikus elfogult abba az irányba, ami, ami a számára kedvező, és nem tudunk a sportról beszélni. Kubatóba kapcsolatban is igaz. Tehát én nem tudom őt szétválasztani a fradi elnökeként, illetve a pártigazgatóként. Tehát ez nekem is problémás, meg kell, hogy mondjam. Tehát ugyanúgy, mint azoknak, akik most a minden szaristák táborát erősítik. Viszont megint kezdődik ez a, az a farizeus tevékenység, hogy a Gázprom, majd milyen megítélés lesz a Ferencvárosnak, ha egyáltalán a Gázprom jön, és nem figyelmelterelésből dobták be ezt a nevet. Arról volt szó, hogy próbálják meg üzleti alapra helyezni a Ferencvárost, illetve a magyar labdarúgást, úgy hozzanak támogatókat. Az is furcsa, hogy egy-két évvel ezelőtt még tökéletesen megfelelt az UEFA, FIFA nemzetközi szövetség, hívjuk bár, hogy irányvonalának az oroszoknak a pénze. Most, amikor folyik egy háború, ahol agresszorként léptek föl. Egyértelműen, tehát rátámadtak egy szomszédországra, aki azért tett is érte, hogy ez megtörténjen, azért ne legyünk álságosak, viszont azt nem értem, hogy nekünk ez... Mi a bárcás lófasz közünk van. Tehát, hogyha egyszer a nemzetközi szövetség hozzájárult ahhoz, hogy ez a, ez a, ennek a cégnek a logója szerepelhet más egyesületnél, akkor csak csupán jó fejeskedésből én szerintem már tett annyit a magyar sport, már mindenkinek az érdekeit szem előtt tartottuk, csak a sajátunkat nem. Most az egyszer a magyar labdarúgás érdekeit ö, vegyék figyelembe. Hát, mert mindig kötelezően meg kellett felelnünk az aktuális ellenfélnek. Ne vegyünk föl olyan meszt, mert sérti az önérzetüket, ne kiabáljuk ezt, mert sérti az önérzetüket, sérti az identitásunkat. Velünk mikor fognak már egyszer foglalkozni? Ami minket sért, ami minket bánt, ami minket aláz meg, azzal mikor fognak végre foglalkozni? A mi problémáinkat mikor fogják végre megérteni? Hogy egy kelet-európai csapat, nem tud most Nyugat-Európából olyan támogatást szerezni, amivel jelentősebb tőkeinjekciót kapna, hogy jobban fejlődjön. Az a Nyugat-Európa, aki még talán bőszebben üzletel az oroszokkal, mint eddig, most éppen azt sérelmezi, hogy a, egy, egy, egy közép-európai úgymond kisegyesület támogatást kapna egy, egy orosz ö, cégóriástól. Tehát tehát ez egyiknek szabad, a másiknak nem. Enge, engem, engem, ez a kötelező megfelelési kényszeresség, ez zavar. Úgyhogy a magyar társadalom egyik része elfogadná a támogatást, a másik feleve nem. Ilyenkor azt kellene tenni, hogy tegyük mérlegre mind a két dolgot. Mennyire van szüksége a támogatásra, és a, a, az etikai részét is tegyük egy, 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 egy serpenyőbe. Én azt gondolom, hogy ha az a Nyugat-Európa, amihez mi most tartozunk, neki küzleti partnerként még a mai napig is megfelel, nincs erre a tiltó akkor mi kötelező szervilis viselkedésként miért kellene, hogy lemondjunk erről a támogatásról? És azok, akik most majd idejönnek, és azt fogják mondani, hogy persze megtámadták Ukrajnát, mennyi embert megölnek, és a többi. Azok a cégek, akik ugyanilyen magyarországi cégeket támogatnak, Amerikai cégek, akár izraeli cégek, akár, akár melyik ország cégek, akik szintén háborúkat viselnek, akkor azokat akkor azokat szemben miért nem lépnek ki ugyanígy? Miért fogadják el egy, mondjuk egy francia cégnek a támogatását, aki legalább négy afrikai vagy közel-keleti országot zsákmányol ki, most már lassan több mint ötven éve, előtte pedig, előtte pedig a gyarmatbirodalom része volt. Az miért nem probléma? Tudom, ők sincsenek tiltó listán. Angliában miért, miért, ke, miért felelnek meg azok az országok támogatónak, annak az országnak a, a cégei, akiknek nem büntetik az utcán, hogyha melegeket fölakasztanak. Vagy a, a családnőket megölhetik az utcán, lefejezhetik. Tehát én nem értem. Most akkor abszolút egyetértek azzal, hogy folyik egy háború, ami embertelen, minden háború embertelen minden háború résztvevői ugyanúgy az egyik, illetve a másik oldalon embertelen eszközökhöz nyúlnak, mert ilyen egy háború. De nekünk ehhez mi közünk van? Ha most bejönne egy ukrán cég, aki támogatná bármelyik egyesületet, az kötelező lenne elfogadni? Az ő katonái nem gyilkolnak ugyanúgy megártatlanokat? Ugyanúgy, mint az oroszoké? Ez nem propaganda, most pusztán arról beszélek, hogy egy serpenyőbe helyezzük el ezeket a dolgokat. Nem fordítom el a fejem, nem dugom be a fülem, nem fogom be a szemem. Látom, hogy miről van szó, tudom, hogy emberek halnak meg. De mivel ezen változtatni, nem tudok, nem tudunk mi sem, nem tud a Ferencváros sem, nem tud Magyarország. Mert azt látom, hogy, a, hogy tőlünk nyugat, nyugatra én még inkább sokkal nagyobb üzletek tartják a háborút, mint az a pénz, amit idehozna a Gazprom. Tehát még itt sincs, mint támogató, és már támogatják. meg. mit fognak hozzászólni? Biztos emlékeztek azokra a mémekre, amikor kiírták azt, hogy, hogy, mit fog hozzászólni majd a falu. Mit fog hozzászólni? Mit? Üzletelnek velük. Ugyanúgy, mint ahogy a Ferencváros elfogadná a szponzorának. Mit szólna hozzá bármelyik magyar sportág, hogy most azt mondaná, hogy a költségvetésének az egy negyedével mondjuk meg fogja támogatni őket egy orosz cég? Vagy mondjuk azt, akkor legyen egy izraeli cég, legyen egy francia cég, legyen egy amerikai, ami kizsákmányol, háborúkat folytat, vagy a franciák, akikről elmondtam ugyanazt, vagy az angolok, akik természetesen ugyanezt teszik, vagy a spanyolok, portugálok, akik ugyanezt tették évszázadokon keresztül. Mi, mikor lesz az végre, hogy a magyar emberek akik most a másik oldalon próbálnak meg, jó emberked meg, most veszik elő a, a, humánumot. Hogy végre a magyar érdekekkel foglalkozzanak. A magyar labdarúgás, a magyar sport érdekének szüksége van a magyar sportnak, a, a Ferencvárosnak erre a támogatásra? Úgy gondolom, hogy igen, ha azt akarjuk, hogy szintet lépjen, hogy hozza a dicsőséget. Mennyivel különb lenne egy amerikai cég? aki ki tudja egyszerre hány háborút visz. Mennyivel különb lenne egy izraeli cég, aki szintén egy háborút visel? Mennyivel különb lenne mondjuk egy szaudi cég, aki az utcán felakaszthat embereket, azért, mert más a nem identitásuk? Mennyivel különb ez. És azok az újságírók, akik most kötelező jófejeskedésből szervilise meg akarnak felelni, az ő támogatójuk között, ugyanezek a cégek megtalálhatóak. Sőt, politikai támogatójuk is van. Hogyan tudnék én úgy viselkedni az elfogultságról vagy nem elfogultságról, amikor olyan újságíró ír ide az én pár száz megtekintést megérő videóm alá, amiből egyértelműen látszik, hogy politikai... Amikor ezekről van szó, akkor mindenki kezdjenek gondolkodni. Egy kicsit. Hogy mi a magyar érdek. Ne az, legyen az érdek, ne, ne az legyen a kérdés, hogy mi az érdeke az UEFA-nak, mi az érdeke tőlünk nyugatabbra levőknek, mi az érdeke a tőlünk keletebbre levőknek, hanem az, hogy nekünk mi az érdekünk. És hogy elfogadjuk azt a pénzt. Mert biztos lehetsz benne, hogyha most tőlünk ebben a régióban a lengyeleket kivéve oda benne ugyanez a cég, hogy támogatná az Egyesületet, gondolkodás nélkül elfogadná mindenki, és azok a magyar újságírók, akik jelen pillanatban azzal foglalkoznak, hogy szervilisen követik a nyugati narratívát, nekik ezzel nem lenne problémájuk. Most azzal, hogy ide érkezik, és különösen a Ferencvároshoz, de biztos vagyok benne, hogyha megérkezne egy másik egyesülethez, egy másik sportákhoz, nem a labdarúgáshoz, bármelyik másikhoz, Amin, amin, amin keresztül sikereket tudnának elérni, akkor az ott probléma lenne. És csak azért, mert itt a magyar érdeklő van szó. Nem pedig egy háborút támogatsz, nem, nem adod a neved egy háborúhoz, mert ezzel az erővel, akkor akkor nevedet adnád egy másik háborúhoz, a nevedet adnád ahhoz, hogy utcának azgatnak föl melegeket. Ez ugyanaz a kategória, csak most éppen rámondjuk, és ha mondjuk pár fordulást lesz egy év múlva, mert volt már ilyen, pont két évvel ezelőtt hirtelen feketeseggűek lettek az oroszok. Mi lesz, hogyha mondjuk a következő évben békét kötnek, és nem az oroszok, hanem az ukránok lesznek feketeseggűek? Akkor mi lesz? Akkor majd az lesz hirtelen a narratív, hogy, hogy őket kell támogatni. Ezért én, ezért én azt mondom, ez az én véleményem, nem a Ferencvárosi, az enyém hogy igenis én elfogadnám a Gazpromnak a pénzét, mert szüksége van az Egyesületemnek, a labdarúgó csapatomnak, akit én szeretek, akit neki én szurkolok, aki nagyon sokat jelent nekem, szüksége van rá, igen, elfogadom. Annyiban fejezném be ezt az egészet, hogy ez az én véleményem nem a Ferencvárosé, nem a semleges térfélé, hanem csak az enyém. Én azt mondom, hogy igenis szükség van az Egyesületemnek erre a pénze, erre a támogatásra, és igenis tegye el. Ennyi lett volna, nézzétek a következő meccseket az MB be és az értelmes kommenteket nagyon szívesen elolvasom, válaszolok rá, de nekem ez az álláspontom. Sziasztok!